A Diák Olimpia napjainkban a legnagyobb tömegeket megmozgató iskolai sportrendezvényén nőtte ki magát. A Magyar Diák Sportszövetség szervezésében zajló versenysorozaton január 3. hétvégén Komáromban, ezúttal floorballban osztották ki az érmeket. A Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium növendékei sikeresen védték meg tavalyi bajnoki címüket az 5. korcsoportban. Természetesen ott voltam Komáromban, egyrészt az iskola miatt is, másrészt a lányom is érintett ebben a korcsoportban. Készültünk rá, tehát nagyon őszinte leszek, nagyon számítottunk arra, hogy a tavalyi címet sikerül megvédeni, és idén is elhozzuk az 5. korcsoportban a bajnoki címet. Hogy alakult ez ki egyáltalán? Hogy indult az iskola életében a floorball? Ugye nem minden iskolában lehet űzni. 2011-ben érkezett hozzám Zsuzsa testnevelőtanának, Varsány Zsuzsanna, és ő hozta magával a floorballt. Ő ugye akkor gyakorlatilag, ha jól tudom, akkor éppen a magyar női válogatott edzője is volt, és a Phoenix Fireball esőnek a mai napig ugye edzője is, elnöke, és ő vezette be a floorballt. Ennek kapcsán ma már a pici elsősöktől kezdve gyakorlatilag járnak a tanfolyamra, és éppen az előbb számoltuk össze, hogy közel 20 az egyesületbe is. A legnagyobb sikert ugye az 5. korcsoportos lányok érték el, akik ugye megnyerték a Diák Olimpiát. Már tavaly is mi voltunk a győztesek, úgyhogy idén most a nagy feladat hárult a lányokra, mert úgy terveztük, hogy szeretnénk megvédeni ezt a címet. Ugye az országos döntőn 8 csapat van, ezt két csoportra osztják, 4-4 csapat van egy csoportban. A csoportmeccsek során egy mérkőzést elvesztettünk, de aztán javítottunk az elődöntőben, majd végül az ellen a csapat ellen játszottuk a döntőt, akik ellen kikaptunk. Ott 4-0 lett a végeredmény. Nagyon jó szellemiségű, nagyon jó mentalitású társaság. Két olyan lány volt benne, akik nem járnak floorball edzésre, de ők is maximálisan oda tették magukat, úgyhogy ennek köszönhető a siker. Fegyelmezett, okos játéka sikerült az elődöntőben győznünk, ebben jutottunk a döntőbe. Ott már azért lehetett tudni, hogy a lányok nem fogják azt hagyni, hogy a döntőbe valaki elvegye tőlük az aranyérmet. Melyik volt szerinted a legnehezebb mérkőzésetek? Hát Paks ellen volt a legnehezebb, mert előtte mi ellenünk kikaptuk, és végül a döntőt velük játszottuk, és ezt 4-0-ra megnyertük. Szóval igen, az volt a legnehezebb, de nagyon boldogok voltunk. Hogy indult nálad ez a floorball? Az edző, Varsenyi Zsuzsa, ő itt kezdett el tanítani, és akkor ismerkedtem meg a floorballal, és hát lementem edzésre, megnéztem, pont kerestem valami sportot, hogy mit csinálhatnék, és megtetszett, és akkor így. Szerinted miben állt a csapat erőssége, hogy nyerni tudtatok? Hát nagyon jól összeszoktunk, mert már külön is egy csapat vagyunk. De mióta űzöd ezt a floorballt? Hát most már másfél éve. És mi tetszett meg benne? Hát, hogy csapatjáték, az nagyon tetszik, meg a gyorsaság. Hogy döntitek el, hogy ki van hátul, vagy a helyzet adja magát? Hát igazából be van osztva, hogy ki szeret hátul lenni, és ki szeret elő, de hogyha a hátsó előre megy, akkor valaki vállalja a helyét. Te melyik terepen érzed biztonságban magad? Inkább elől, vagy inkább hátul? Én inkább elől. Akkor te ilyen gólvágó vagy? Igen. Ahhoz, hogy valaki Diák Olimpiát nyerjen, hányszor kell lejárni például edzésre, milyen hosszúak az edzések? Nekünk háromszor van edzésünk, egy órás edzések. Ebbe belefér minden, hogy megtapasztaljuk, hogy mit kell csinálni, és hogy kell nyerni. Beszélj egy picit Zsuzsa néniről. Milyen edző? Zsuzsa néni nagyon jó edző, kitart mindenkiért, megtesz nekünk bármit, amit szeretnénk, a tanulásba is segít nekünk, és jól tartja az edzéseket. Szerencsére már az utánpótlás is ott toporog a nagyobbak mögött, és már alig várják, hogy felnőjenek a gimnazista csapat szintjére. Most jöttetek haza a Diák Olimpiáról. Nagyon izgultál? Igen, izgultam azért, de nagyon jó volt az egész. Nagyon jó volt a hangulat is. 4 meccset játszottunk, én úgy emlékszem. Elég nehéz volt. A legnehezebb szerintem az Eger volt, mint ellenfél. És csak annyit tudok mondani, hogy nagyon jó volt. A mindennapos testnevelés programjának és a magas szintű testnevelő képzésnek köszönhetően egyre több lehetőség van újabb tartalmakat bevonni az iskolai tornatermek világába.
Egyetlen akadály talán csak a helyszűke jelenthet az intézmények vezetőinek számára. Gyakorlatilag itt van egy gyönyörű sportcsarnok, ami 2009-ben épült, ezen kívül van két udvarunk, ami tavasszal és ősszel nagyon jó, télen ugye sajnos nem nagyon kihasználható, és ezen kívül két nagyon-nagyon pici tornaszoba, ami viszont nem nagyon használható, csak akkor, hogyha nagyon szükséges. Már nem férünk be. Tehát ez egy 820 fős iskola, gyakorlatilag már nem fér be a mostani testnevelési órák száma a tornatermekbe, úgyhogy éppen abban gondolkodunk, hogy hogyan lehetne a sportmagszerítve a kerületi más sportlétesítményekkel közösen kialakítani azt, hogy valóban be tudjuk tartani a mindennapos testnevelést, aminek egyébként nagyon fontos szerepe van. Én azt gondolom, hogy egy igazgatónak az a feladat, hogy minden sportágat beengedjen az iskolájába, amit csak lehet, minél szélesebb skálát mutassunk a gyerekeknek a sportból, illetve hogy minél több gyerek sportoljon, ami szerintem ebben az iskolában azért gyakorlatilag működik. We'll be right back.